A Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár valamennyi munkatársa nevében nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket mai délutánon. Azért invitáltuk Önöket ide ma a Dériné második emeleti klubtermébe, hogy dr. Barta Júlia gyönyörű könyvét bemutassuk, Hit, Hagyomány, Kultúra, Török Néprajzi Tanulmányok címmel adott ki egy új tanulmánykötetet. Dr. Barta Júlia néprajzos keletkutató. Tudományos pályáját a Györffy István Nagykun Múzeumban kezdte, olyan elődei voltak, mint Györffy István, Németh Gyula, vagy éppen Mándoki Kongúr István. Utóbbi évtizedet a Jász Nagykun Szolnok megyei múzeumok igazgatósága néprajzi osztályának vezetőjeként dolgozott. Fő kutatási területe a török kultúra és népszokások világa, kiemelten pedig a kunsági folklór török kapcsolataival foglalkozik. Nem túlzok, ismerve az ő munkásságát, ha azt mondom, hogy a kelet szűkebben pedig Törökország szerelmese. És át is adom ezzel Jutkának a szót, hogy a mai délutánon mutassa be nekünk legújabb kötetét, amely 2013-ban jelent meg a Damjanich Múzeum kiadásában. Köszönöm szépen. Mivel Karcagon vagyunk, ezért fontos elmondanom azt a visszatekintést, mert én ebből a városból indultam, és ugye ide tértem meg, és nem is tudnék talán elmenni már másfelé. De tényleg így van ez, hogy azt hiszem az én példám mutatja talán a legjobban azt, hogy az ember, ha elszántan dolgozik egy ügyön, egy területen, akkor annak előbb-utóbb beérik az eredménye. Csak minden nap tenni kell érte valamit. És én magam sem gondoltam, hogy ez így fog alakulni, mert engem végül is sosem az elismerés, hanem a megismerés hajtott, mindig a kíváncsiság vitt, és azt hiszem, hogy ez a legnagyobb dolog a világon, hogy az ember kíváncsi. Csak még mielőtt a könyvet mutatnám be, egy kis áttekintést hadd adjak pár képben arról, amit Dóri elmondott. Valahogy így kezdődött ez 1988-ban, amikor már a temetkezési szokások, a halott kultusz kötetemet gyűjtöttem, hullafáradtan az ankarai egyik temetőben, mert ugye nagyon nagy város Ankara, kimerülten Hákán Ajdemir anyukájával, aki még én a sírok között fényképezgettem, meg jegyzeteltem, ő elővette a kötését, és szépen elfoglalta magát. Hát valahogy így kezdődött. 1988-ban voltam legelőször Törökországban terepen. Én csak az utóbbi időben megyek nyaralni, bevallom derekasan. De akkor is úgy, hogy a fényképező gép mindig a nyakamban lóg, és mindig van valami, ami érdekes. Vagy könyvet, vagy olyan dolgot talál az ember. Tehát azt hiszem, hogy a néprajzos az mindig dolgozik. Milyen szerencse, hogy nekem ez megadatott, hogy a munkám és a hobbim az ugyanaz. És biztos ez tart olyan elevenen. Aztán egy másik kép, ez már 2005-ben volt, az isztambuli televízió stábjával vagyunk itt a karcagi határban, a szép napraforgó tábla előtt. Nem is igazán csak isztambuli tévé ez, hanem egész Törökország tévé, hiszen a kunokról készült egy film, a Törökországon kívül élő törökfajú népekről készítettek egy filmet, ami a YouTube-on látható is, több fejezetben, és annak ugye hát egyik része a kunok kapcsán itt Magyarországon készült. A nagykunsági házigazda voltam én, a kiskunságban Baski Imre nyelvész kollega volt a házigazda. Ez már egy nemzetközi konferencia 2007-ben, Isztambulban, az a hegyke nyakkendős úr ott a bal szélen, az Isztambuli Keletkutató Intézet igazgatója. Nagyon kedves, mert mindig jó házigazdának bizonyul, ha munka miatt oda kell menni. Ő adott ki egy könyvet, egy szlovákiai származású, de magyar turkológusról, és ha hiszik, ha nem, a könyv borítóján a Bereki kút képe látható. Györffy Lajosnak van ott egy szép szobra, és az van rajta. Teljesen megdöbbentem, hogy kerül ez oda. Aztán kiderült, hogy
Attila Jorma Topani gyakran jár a Nagykunságon, akkoriban éppen Isztambulban dolgozott a Keletkutató Intézetben, ő lefényképezte Berekfürdön azt a szobrot, az úrnak megtetszett, és föltette a könyv borítójára. Hát ilyen kicsi a világ. A jobb szélen lévő bajszos úr pedig az Ankarai Hadzsetepe Egyetem Néprajzi Intézetének a professzora, igazgató, vezetője, vezető professzora, vele Debrecenben találkoztam, és ő hívott meg. Szóval olyan kicsi ez a világ, és olyan szerencse, hogy ilyen kicsi és ilyen jó kapcsolatok vannak, ami... Hát ki fogok rá térni, hogy nem új keletű, ugye, meg egyáltalán nem tőlem alakult ez így. Én csak próbálom megtenni azt, amit tehetek ezen a területen. 2011-ben az Ankarai Egyetem hungarológiai tanszékének az ünnepségén egy nemzetközi konferencián voltam, és ott készült ez a kép. Az úr ott mellettem, Sipos János népzenekutató, aki Bartók nyomán járt, és... már könyvtárnyi irodalmat írt a népzene terén. Nagyon jó barátunk, ott pedig, hát ugye lent a konferencia, éppen elnöklök. Nagyon nagy tisztesség ez nekem, meg kell, hogy mondjam, tényleg nagyon büszke vagyok, mert én sose hittem, hogy egyszer részt vehetek egy ilyenen. A jó kapcsolatokról. Törökország... Ugye mindenki másként ítéli meg, főleg meg most, hogy megy a Szurdejman sorozat. Én magam is nagyon szeretem nézni, de valahogy mindig azzal találom szemben magam, hogy hát annyira rossz a vélemény a törökökről. Amit Gárdonyi Géza leírt, az körülbelül még mindig ugyanúgy. Ezért kell vigyázni az írástudókkal. Mert az író valamit egyszer leír, az biztos, hogy évszázadokra meghatározza egy területnek vagy egy népnek az imidzsét. Azért azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon jó Törökországban magyarnak lenni. És végül is a történelem akárhogyan is alakult, csak zárójelbe kívánom megjegyezni, hogy a 150 éves török hódoltságot jó megtanultuk, de a 400 éves osztrák elnyomást, mintha úgy elfelejtette volna ez a nemzet. Az is hozzátartozik a történelemhez. Nem kell menteni törököket, de kétségtelen azt gondolom, hogy a török hódoltságnak az objektív vizsgálata az egyszerűen a tudomány dolga, és a mi dolgunk meg az, hogy olvassuk, és elhiggyük azt, amit el akarunk, vagy el tudunk hinni belőle. Tény, hogy a törököknek sok mindent köszönhet Európa. Nem csak a kulturális átadás átvételt gondolom elsősorban, hanem ennek kapcsán, ennek párhuzamaként egy sor olyan dolgot, ami beépült már a kultúránkban. Majd meg fogjuk látni, hogy mutatok rá példákat, hogy magunk sem gondolnánk, de a mi kunhímzésünk, hát az bizony tele van törökös elemmel. Ami a történelmi léptéket illeti, a dián tetszenek látni pár dolgot, felkelések, vesztes forradalmaink vezetői és az ő kíséretük Törökországban talált menedéket, tulajdonképpen Tököli, Rákóczi és a Kossuth emigráció, mind-mind, és nagyon becsületükre válik a törököknek, nagyon nagy becsben tartják ezeket az emlékeket. A tudományos kapcsolatok a 19. század második felétől indultak, Vámbéri Árminnal, Karácsony Imrével, Kónos Ignáca, ugye 20. század elején Németh Gyulával folytatódott, Györfi István, a mai nap pedig Fodor Pál, Dávid Kéz és Vásári István, akik tovább viszik ezt a vonalat, és persze az olyanok, mint én, a nem egyetemi kutatók, hanem a tudományos intézetek munkatársai, mint már említettem, Sipost János például. Azt hiszem, hogy Németh Gyulát kell feltétlenül említenem a karcagiaknak, mert talán kevesen tudják, hogy bár az alakját ugye jól ismerik, és hiszen itt a szobor a főtéren, de talán azt kevesen tudják, hogy amikor a törökök írás reformja született a 20. század elején, akkor Németh Gyula volt az, aki az arab betűről a latin írásmódra való áttérést segítette. Tehát gyakorlatilag ő adott mintát. Ő volt az, aki a legelső leíró nyelvtant
kézbe adta, megírta a török nyelvről. Ez hihetetlen, de hiszen a 20. század elején vagyunk, gondolnánk, hogy már mindent lehetett tudni, akkor azért ez nem egészen így volt. Vannak török népek, például a gagaúzok, ebben a kötetben is szó esik róla, akiknek tulajdonképpen 52-től van írásbeliségük, 1952-től. Az nem azt jelenti, hogy a kultúrájuk semmis, hanem azt, csupán csak azt jelenti, hogy más, ugye például a gagaúzok Bulgáriában élnek, vagy cirill betűvel írtak, és a bulgár történelem részeként emlegették őket, de saját gagaúz nyelvtan, gagaúz ABC az 1952-től van, de a saját történelmüket, a folklórjukat a szájhagyomány révén természetesen megőrizték. Ez a csodálatos a keleti kultúrában, hogy igazán apáról fiúra száll az, amit érdemes tudni. És az is nagyon érdekes, hogy például a kazakok esete nagyon jó példa erre, hogy ugye heted íziglen tartják számon a rokonságot, és ez nem véletlen. Nálunk is így lehetett valaha, hiszen az emléke megvan, csak már terminus nincs rá. Azért érdemes vizsgálni a rokonsági rendszereket, mert az egóhoz, az egyénhez viszonyítva a terminus technikus az pontosan meghatározza, hogy hol a helye a következő generációnak, mi a neve. Nagyon érdekes. Tessenek gondolni a dédapára, ükapára, szépapára, tovább nincs nálunk. Tehát mi már csak négy visszamenőleg, a hétből mi már csak négyre emlékszünk. De a kazakok miért is tartják, meg a kirgizek és meg a keleti népek? Azért, mert azt a bizonyos csoporton belüli házasodást, tehát a vérfertőzés esetét így próbálják elkerülni. Hogy amikor elérkezik a nemzetség a nyolcadik fokra, akkor egy hatalmas ünnepséget, ezt ugye számon tartják, egy hatalmas ünnepséget csapnak, és attól kezdve már lehet házasodni. Nagyon, nagyon érdekes. Na ez például a folklórnak egy érdekes esete, de egy csomó más dologra is rávilágít a rokonsági rendszerek vizsgálata. A társadalomnak a felépítését mutatja. A Rákóczi, ja igen, még egy pillanatra hadd beszéljek Györfi Istvánról, mert igazán, amikor én Körmendi Lajos javaslatára elkezdtem törökül tanulni, és a török folklort vettem górcső alá, ugye kutatási területemnek, akkor ezzel valójában Györfi Istvánnak a, nem mondom, hogy közvetlen munkásságát, hiszen ő azért utolérhetetlen, még mindig valljuk be. De nem is érdemes mással foglalkozni, csak azzal, amit Györfi kitalált, meg amire Györfi úgy felhívta a figyelmet. Tehát igazán én ott hozzá kapcsolódom, mert a folklórban, meg hát úgy egyáltalán a török néprajzban ő volt az, aki útmutató máig. És én nagyon büszke vagyok, hogy a magam szerény módján azért tudom folytatni, tudom ezt a fajta munkát. Hámid Zübeir Kosájról és Mehmet Fuad Köprülűről, meg Togánról és Tagán Galimdzsánról is szeretnék szót ejteni, éppen Györfi István kapcsán. Györfi volt az, aki a török-magyar kapcsolatokat, tudományos kapcsolatokat nagyon-nagyon fontosnak tartotta. Az összehasonlító néprajzi vizsgálatok tulajdonképpen vele indultak. És hogy ennek nyomatékot is adjon, hívott kutatókat, ide hívott olyan kutatókat, akik a török-magyar kultúra terén tudtak valamit tenni. Így esett az, hogy Hámid Zübeir Kosály és Mehmet Fuad Köprülű itt doktorált a Magyar Tudományos Akadémiánál, éppen Györfi egyengedte az útját. És amikor 1930-ban Kosály visszatért Törökországba,
akkor megszervezte, hát ugye akkor volt ennek a rendje, ennek az ideje, megszervezte a török népi kultúra gyűjtését. Akkor indult ez, úgy, mint ahogy nálunk, hogy elindult a mozgalom, a nyelvjárásgyűjtő mozgalmak, egyáltalán a nép körülnéztek, hogy is áll a népi kultúra, egyáltalán mit tudunk erről a világról, a kultúrának erről a területéről, és hát ebben úttörő volt Kosály. A török múzeumok országos igazgatójaként az intézményhálózatot is megszervezte. Tehát, és magyar mintára. Úgy, ahogyan ezt itt nálunk látta. Segítségére volt ebben meg, mert Zeki Váli Togán, aki baskír származású volt, és tulajdonképpen Kosállyal, Hámid Zübeyir Kosállyal egy időben tért Törökországba, ő pedig a kulturális miniszter lett. Mehmet Zeki Váli Togán és Tagán Galimdzsán neve azért érdekes a karcagiaknak, mert ha hiszik, hanem gyakran járt itt. Még Györfi vendégeként a Ökrös László volt a polgármester helyettes, és az ő háza, még áll a ház egyébként, ahol Hazai doktornak a rendelője volt, a karcagiak talán tudják, itt a Varró utcán. Most sokan lakják, egy gyönyörű nagy ház volt. Na kérem szépen, ott vendégeskedett, gyakran vendégeskedett ott Mehmet Zeki Váli Togán, és Tagán Galimdzsán, akinek nagyon kiváló írásait lehet olvasni magyarul, nagyon jól megtanult magyarul, az Etnográfia folyóiratban sok szép munkáját lehet olvasni. Jó fotókat is készített Györfi róluk abban a házban. Úgyhogy majd egyszer megírjuk ezt a történetet is, de mindenképpen szerettem volna, hogyha ha önök is értesülnek róla. A Rákóczi kutatások kapcsán Karácsony Imre fedezte fel Ibrahim Müteferrika egyik munkáját egy könyvtárban, a Risztália Iszlámia című munkát, és tulajdonképpen ezzel kezdődött a Müteferrika kutatás. Az én könyvemben ez a legelső tanulmány, ebben a kötetben ez a legelső tanulmány, és ez pedig azért érdekes, úgy született, hogy 2011-ben a Duna Televízió munkatársaival, de Kenyeres Gyura producer szervezésével egy filmet készítettünk Isztambulban Ibrahim Müteferrikáról, és én abban a filmben, illetve én annak a filmnek a, hát az ilyen, nem is tudom, hogy mondjam, milyen szövegkönyvét írtam, meg hát abból voltak betétek, meg tolmácsként voltam jelen a forgatásnál, és tudják, hogy van ez, az ember már elhányja a csikó fogait, akkor nem dolgozik hiába. Úgy gondoltam, hogy ha ezt olyan sikerült ilyen szépen összeszedni, akkor tanulmányformában is érdemes megírni, úgyhogy jegyzetekkel láttam el, és úgy alaposan átgondoltam. Nagyon tanulságos volt, nagyon érdekes volt ez az egész történet. Ibrahim Müteferrika kolozsvári diák volt, illetve Kolozsváron született, hogy pontosan mikor, azt nem nagyon lehet tudni. Talán 18 éves volt, amikor, vagy ottan körül lehetett, amikor nem tudjuk, hogy milyen módon, de a török birodalomba került. Feltétlenül felnőtt lehetett, hiszen már nyelvet tudott. Latinul mindenképpen tudott. Jó nyelvérzéke lehetett, tanult ember lehetett, és ott tovább folytathatta a tanulmányait. Nyelveket sajátított el, arabul, franciául, szinte tökéletesen beszélt, és hát olyan magasra vitte az Oszmán Birodalomban, hogy a szultáni tanács tagja lehetett, Müteferrika lehetett belőle. Maga ebben az önéletrajzi írásában nem nagyon ír az előzményekről. Lehet, hogy papnövendék volt, feltehetően unitárius papnövendék volt, és mivel akkoriban üldözték Erdélyben az unitáriusokat, lehet, hogy éppen ezért kellett menekülnie. Nem lehet tudni, hogy került a birodalomba. Egy biztos, hogy ott igen magas rangig vitte. Tulajdonképpen nem is az ő dolgait kutatják a magyar kutatók, a történészek, hanem elsősorban Rákóczi kapcsán került ő a fókuszba.
Bár azt gondolom, hogy megérdemli azt a személyes figyelmet is, amit a munkásságának szentelhetünk. Tulajdonképpen Rákóczi mellett ugyan más tolmács is volt. Müteferika valószínűleg a portánál járt el a magyar ügyek dolgában, de gyakran volt a fejedelem mellett. Nagyon-nagyon tisztelik a törökök. Tulajdonképpen ugye, a török Gutenberg néven emlegetik. Három szobra van egyébként Törökországban, ebből kettő Isztambulban, az Aranyszarv öbölben az egyik, a másik a Nagy Bazár, a Fedett Bazárnak a könyves részében, és a harmadik pedig Rodostóban, a Rákóczi ház melletti parkban. Itt pár képet látunk a munkáiból. 1000 és 1200 példányban készített könyvet, mintegy 17 munkát adott ki, 17 kötetet adott ki, ami főleg nyelvészet, bölcseleti munkát, nyelvészet, térképek, és hát gyönyörűen illusztrált dolgok. Nagyon nehéz volt a nyomda alapítása, hiszen ugye addig írnokok kézzel másolták a könyveket, és ugye hát ez egy tisztes megélhetést jelentett a birodalomban. Itt a miniatúrán lehet látni Müteferika alakját is. Igen, hát ez a Van Kuli szótár. Ez egy arab-török szótár. Találtunk Isztambulban egy antikváriust, akinek 8 darab Müteferika munkája van, és többek között ez talán a legnagyobb kincs. Nem tudom, hogy ismeri. De biztos ismerik azt az érzést, amikor az ember úgy kézbe vehet valamit, ami rendkívül fontos. Azt hiszem, a török művődés történelemben ez az egyetlen, és a legelső olyan munka, ami páratlan értékű, egy szótár. És ott a kép alól a büszke antikvárius, hát úgy darabonként olyan 8000 dollárra satszolta, de nem eladó egyébként, amit Müteferika könyv, egy sem. Rettentő büszke. Én még ennyi könyvet életemben nem láttam. Egy egész lakás a plafonig, pedig nálunk is van rendesen. De hallatlan érték van ott, és nagyon-nagyon büszke rá. Müteferika sírja. A szokásos temetkezési dolgot, temetkezési jeleket, sírjeleket látjuk. A főtől lábtól való kő állítása egészen napjainkig szokás a törököknél, és amint a síron is nagyon jól lehet látni, a török sírjelek pontosan visszaadják a turbán formája által, hogy ki milyen társadalmi rangot, milyen társadalmi szerepet töltött be. Nagyon kedves dolog, hogy mellé temették Kirimli Abdullah Efendit, aki 1732-ben tért meg a teremtőjéhez, aki Ibrahim Müteferika mellett nagyon fontos szerepet töltött be a nyomdában. Ő volt a nyomdászmester. Kalimról szól. A Kalim a mennyasszony vételára. Minden török népnél szokás még megfizetni a mennyasszony vételárát, de ha valamiért nem tudnák megfizetni, tehát ha valamiért nem sikerülne a Kalimot megfizetni, mert nem tehetős a vőlegény, egész egyszerűen elrabolja a mennyasszonyt. Ebből is lehet látni, hogy nagyon drága a nő keleten. Szóval nem kell elhinni azt, hogy 4 feleséget is tarthat. Ahol 4 asszony van, ott békesség se nagyon szokott lenni, de egyébként meg nem olyan egyszerű a válás. A népviseletbe öltözött lány azért érdekes, mert a népviselet a mennyasszonyi viseletet adja vissza, a nomád hagyományokat. Igen, ez egy cserkeszlány. Törökországban 47 féle táji, etnikai és vallási csoport él. Közöttük egy a Kaukázusból oda került cserkeszek csoportja. Közöttük aztán igazán él még ez a hagyomány, a nőrablás szokása, mert valóban nagyon drága a mennyasszony, nagyon nehéz előteremteni a kalimot. Tehát Törökország ízig-vérig iszlám ország. Tehát a vallás az élet minden területén jelen van. A hétköznapok rendjében. Eleve azzal is, hogy kötelező a napi 5-szöri imádság. Ezt azért ne úgy tessenek elképzelni, hogy
úton útfélen leborulnak, hát ha úgy alakul, akkor igen. De ez teljesen természetes, hogy tehát nem feltétlenül templomhoz kötött, mecsethez vagy dzsámihoz kötött az ima, hanem egyszerűen, ha úton jár, akkor kelet felé fordul, és elég, ha egy zsebkendőt letesz a földre is, az már, mintha ima szőnyeg lenne, úgy funkcionál. De borzasztó nagy, nagyon nagy szabályozó erő is ez egyben. És ez benne a csodálatos, és ezért lenne nagyon-nagyon fontos tudni azt, hogy aki befogad, amelyik ország befogad egy nagyobb lélekszámú iszlám hívő csoportot, készüljön arra, hogy a saját szabályaik szerint élnek. Tehát sem a török, sem az arab, sem a bármelyik nem asszimilálódik, alkalmazkodik, amennyire a befogadó országnak szabályai előírják, és fontos, de inkább integrálódik, úgy mondanám. Tehát a saját vallása szerint, a saját vallási szabályai szerint él. És ez különösen akkor érdekes, és azoknak kell igazán tudni, akik főleg ugye Németországban, meg Franciaországban, akik jelentős iszlám csoportokat fogadtak be, részint a gyarmatokról, részint pedig ugye tudjuk Németország esetét, hogy tulajdonképpen a piszkos munkát nem akart elvégezni senki, ezért inkább vendégmunkásokat hívtak, csak arra nem számítottak, hogy a török előbb-utóbb viszi még a nagypapát is, mert hogy nagy családos szervezetben élnek. Tehát azért fontos ismerni a szokásaikat, a hagyományaikat, hogy ezeket is tudjuk, és a társadalomnak erre fel kell készülni. A demográfusok egyébként 2050 körülre valami fantasztikus dolgot jósolnak, egész egyszerűen meg fog változni az európai országok demográfiai képe. Eleve az, hogy 47 féle táji etnikai vallási csoport él egy országon belül, ez azt is jelenti, hogy egyfelől ugye mindegyiket összefogja az iszlám vallás, másfelől pedig köti őket a saját hagyományvilága. Tehát nagyon jól megférez egymás mellett, mert az ember egyidejűleg tartozhat több kulturális csoporthoz is. Tehát elsősorban a töröknek vallja magát nyilvánvalóan az a cserkesz, aki Törökországban él már a harmadik vagy negyedik generációnát. Elsősorban tehát töröknek, hiszen török állampolgár, de tudja, ismeri a saját hagyományait is, és pontosan tudja a felmenőit is. És éli, meg is éli a hagyományait, meg a nyelvét is. Törökország 76 milliós ország. Elképesztő. 76 millió. És ennek a 76 milliónak fele, 51%-a 30 év körüli. De ez egy fiatal nemzet. Döbbenetes. És aki sajnálni akarná Törökországot, lebeszélném róla, mert egy dinamikusan fejlődő ország. Nem is értem, hogy ki tartja még ott fontosnak, hogy az Európai Unióhoz csatlakozzon, vagy az Európai Unió ugyan miért csinálja velük ezt. Tehát aki járt már Törökországban, látja, hogy lüktet, hogy építkeznek, hogy nem tette tönkre a könnyűiparát, nem engedte be a kínaiakat. Tehát ott Törökországban nincs kínai bolt, kínai étterem sem. Nekem ugyan nincs kifogásom a kínaiak ellen, csak már túlzásnak tartom. De azt gondolom, hogy egy ország védje meg magát, és védje meg az iparát. Most Törökország ezt megtette. A következő tanulmány a mennyegző. Egy vőlegényt látunk, meg egy házassági szerződést tele aranyakkal, stb. A házassági szerződés az nagyon-nagyon fontos. Egyébként a magyar hagyományokban is volt, mert ez a móring, a magyar hagyományokban a móring. Tulajdonképpen a házassági szerződésben a hozott vagyont írják le. Tehát ha a menyasszonynak, vagy illetve feleségnek valamiért kiadják az útját, el kell válni, akkor amit hozott, azt magával viheti, hiszen az a személyes vagyona, plusz még a kalimnak, ugye előbb beszéltünk a menyasszony vételárának, egy részét is vissza kell adni. Tehát elvileg könnyű volt elválni, mert azt mondta az ember, hogy háromszor a fülébe súgta, hogy elmehetsz, édesanyám, akkor elmehetett, viszont ki kellett adni a hozományt,
amit szerződésbe írtak le, meg hát ugye a Karimnak egy részét. Tehát nem volt ez olyan egyszerű dolog ott sem. Az úr Jamal Senol jól ismeri, Görmendi Júlcsi mosog, mert ő nagyon jól ismeri, Jamal Senol 30 éve járt itt, pontosan 27 éve járt itt először Karcagon, meg most a nyáron volt itt, az ő esküvőjükön vettem részt. Nagyon jól mutatja a kép azt, hogy miként végzik a termékenységvarázslást Trákiába. Tele tűzdelik pénzzel, tel is tele, hogy bőséges legyen az élete. Követ. A házasság az követek útján köttetik, úgymond. Kiszemelik a megfelelő menyasszonyt, és akkor elküldi a vőlegény a követét, hogy kipuhatolja, hogy alkalmas-e a dolog. Aztán, ha megisszák a kávét, akkor jó, és folytatódnak a dolgok, ha nem, akkor elküldik a vőlegény követét. Az ígérettétellel, ami tulajdonképpen nálunk a készfogó volt, az már annak számít, szinte annak számít, hogy mindenben megegyeznek, mindent le is írnak, és akkor hamarosan sor kerülhet a mennyegzőre. El kell, hogy mondjam, hogy a törököknél a szüzesség a szent dolog. Olyan nincs, hogy a mennyasszony nem szűz. Mert ha nem volna, akkor a hajnal már az apja házában találná. És ezt azért úgy ki is szokták várni. A nász nép szépen kivárják, hogy elhálják a nászt, mert ugye ott ki kell ennek derülni. Aztán hangos puskalövéssel, meg nagy ujjongással és lepedő felmutatással történik a dolog vége, akkor már végre mindenki hazamehet. Azért ez nagyon, nagyon kedves dolog, de fontos. Valljuk be, hogy nagyon fontos, mert ha valami miatt nem történne meg a dolog úgy, ahogyan kell, mondjuk például a vőlegény nem teljesíti azt, amit teljesíteni kell, akkor az nagyon súlyos dolog, mert ott valami szemmelverés esete forog fenn, és akkor szerencsétlen hodzsáig viszik, hogy valamilyen módon feloldja ezt az átkot, és akkor végre mindenki hazamehet már kipihenni a fáradalmakat. Egyébként egy rendes lakodalom nem egy napos, minimum 2-3 napig tart, mert ott mindig vannak események, külön van az a bizonyos polgári, amikor a hodzsa akár házhoz megy, tehát nem feltétlenül, de nem úgy zajlik, mint nálunk, hanem ott vannak ott események, eszegetnek is kicsit, akkor utána hazamennek, akkor megint összejönnek, tehát nem úgy zajlik, mint nálunk, hogy egy napba sűrítve minden történés. A vörös fátyollal leborított menyasszony az tulajdonképpen nem is anatóliai menyasszony, hanem Kazasztánban fényképeztem egy meszheti török menyasszony. De ez a meszheti menyasszony azért izgalmas, mert Grúziából került oda egy diaszpóra, egy 2000 fős diaszpóra Merki városába, Merki ugye Karca testvérvárosa, és ott volt szerencsém részt venni egy lakodalmon. Nagyon érdekes volt, elsősorban azért volt érdekes, mert a meszheti törökök inkább vesznek oroszt feleségül, mint kazakot. Nagyon érdekes. A meszheti török, bár ugye a kazak is török, de az kipcsák török, az más eredetű, és de nem ez a lényeg benne, hanem a gondolkodás módja. A kazak az egy nomád nép. Minden szempontból ez határozza meg a gondolkodását. Egy nagy állattartó nomád nép. A meszheti török, hát ők az építészek, ők a kőművesek, ők azok, akik ugye polgári foglalkozásokat végeznek. Tehát nem nagyon bírják egymást. Nagyon érdekes volt, mert az egész lakodalom alatt az én kísérőm, a helybéli múzeum igazgató asszony Mama Szirikova egy árvafalatot nem evett. Hát ő ezekből az étkekből mindenféle jó dolog volt, ő nem evett, de amikor este hazamentünk, akkor elővette a hűtőből a bespármakat, és azt mondta nekem, hogy na nézzem meg, ez az igazi, ez a bespárnak, ez olyan, mint a húsos dereje tulajdonképpen. Annak a mennyasszonynak egyébként a kezét mézbe mártották,
a mézes kezével meg kellett érinteni az ajtó szemöldök fáját, hogy a befogadás alkalmával, hogy szerencsés legyen, és boldog legyen az élete, hogy gazdag legyen. Kedves dolog történt itt velem. Helybéli imám felesége mindenkit elhesegetett, hogy én tudjak fényképezni rendesen, már mindjárt az áldozati állat levágásánál. Ugye a kapu előtt, mikor megérkezik a menyasszony, meghozzák a menyasszonyt, a kapu előtt áldozati állatot ölnek, egy bárányt ölnek, aminek a vérével megfestik a menyasszony talpát, ugye a vértisztító ereje, és akkor így átléphette az új házának a küszöbét. Az iszlám megengedi a négy feleséget. Hát annak persze, aki elég tehetős, minden szempontból tehetős, mert a gyerekeket el kell tartani. Én olvastam olyan újságcikket, ahol 60 gyerek is volt, a négy feleségtől, hát ugye, hát ezeket el kell tartani, ezeket fel kell nevelni. Most nehogy azt tessenek hinni, hogy de hiába élünk modern világot, Törökországban is van minden. Végtelen gazdagság egyfelől, és végtelen szegénység is. Szóval azért ez a második, harmadik feleség dolog, ez olyan, mintha egy szociális háló lenne. Tehát az a lány, aki szépségénél, eszénél, tehetségénél és gazdagságánál fogva otthon maradt, mert nem volt mindez neki, meg nyilván otthon maradt, az megy el kumának. Mert olyan nem lehet egy társadalomban, hogy valakihez ne tartozzon az ember. És ez tényleg ez a jó a törökökben, hogy nagy családban élnek, ott nem nagyon van elesett ember. Sem öreg. Én hajléktalant nem láttam. Az az igazság, hogy amikor az öbölháború volt, ugye az iraki események, mostani iraki eseményeket megelőzően az öbölháború volt, akkor megindult egyfajta erős migráció a nagyobb városok felé, és akkor alakultak ki a nagyvárosok körül azok a bádog városok, de azok sem, nem hajléktalanok voltak igazán, hanem van egy érdekes jogszokás a törököknél, ez a gecsekkonduk szokása, tehát ha egy éjszaka felépít valamiféle hajlékot, az az övé, az szent, azt onnan el nem űzik. És ezért van az, hogy nem a híd alatt alszanak, hanem ezekben a bádog városokban. De mondom, ez is csak újabban. Én 88 óta járok Törökországba, szinte minden évben, van, hogy 2-3-szor is. És ez csak az utóbbi időben látom, hogy kiépültek ezek a furcsa nyomor telepek, de a délről, a déli falvakból, főleg az iraki, iráni és most a szíriai határ mellől érkező menekültek építették föl. Na tehát, visszatérve a Kumára. Kumának az megy, akit nem vittek főfeleségnek. És 1952 óta van a törököknek családjogi törvényük, természetesen az alkotmány nem ismeri el a második, harmadik feleség létét, de nagyon ügyesen megoldják ezt valahogy úgy családon belül, feltehetően az első feleség nevére írják a gyerekeket, és hát úgy nevelődik a gyerek. Tehát mondom, úgy működik, mint egyfajta szociális háló. Iskola kötelezettség nyilvánvalóan van, még a nomádoknál is, hiszen azért a nomádok a téli időszakban a Toroszhegység déli lejtőire lehúzódnak, ott meleg van. Ugye egészen 15 fok is van pluszban decemberben, úgyhogy nagyon jól ki lehet ott bírni a telet. Tehát iskolába járnak azok a gyerekek is, de ügyesen kezeli ezt a társadalom. Amit nem tud megoldani, a fölött szemet huny, azt hiszem. Lélek a török hagyományban. Igen. Amikor a temetkezési kultúrát vizsgálja az ember, akkor az első lépés az, hogy megnézzük, hogy miként vélekszenek a lélekről. Az egész temetkezési rend, a teljes szokássor, a rítus tulajdonképpen a visszajáró lélek kártétele iránti védekezés szolgálja. Tehát mindent azért tesznek úgy, ahogy az ősöktől, elődöktől látták, mert
hogy a lélek nyugodjon békén, ne legyen bolygó lélek, ne háborgassa az itt maradottakat. Szépen megadják a végtisztességet, mindenkit a helyi szokásoknak megfelelően, nyilván forró égővi országról van szó, naplemente, aki naplemente után hunyt el, másnap temetik, ha kórházban, akkor 3 nap múlva nyilván, de a rokonok kérésére, hogyha távoli rokonok vannak, de egyébként az a szokás, hogy rögtön, szinte rögtön, tehát még aznap, ha délelőtt halt meg, akkor még aznap naplemente előtt eltemetik. Nem tartják a holtakat. Említettem a sírköveket, a sírjelölést. Kőpakolásos sírokat lehet látni. A felső, jobb felső képen a mágikus kört. Ez nagyon jó példa arra, hogy mágikus körrel veszik körül a sírt, kövekkel, azért, mert az a kör az megvédi a holtat, a holt lelkét, ott tartja. Alul egy hát hasonlót lehet látni, de valójában kőpakolásos sírjel. Nincs semmiféle egyéb jelzés, tehát nem írják ki a nevét a halottnak, mert akinek fontos tudni, hogy ott ki van, azt tudja, a többi meg nem érdekes végül is. Tehát az a fajta halott kultusz, ami itt Európában van, az teljesen más, mint amit a törököknél láthatunk. Íme a temető, a bektási szerzetesek egy kis temetője, körül ölelik a modern lakóházak. Azt gondolom, hogy mindent elárul egy népről az, ahogyan a temetőjét gondozza. Az a fajta virágkultusz, ami nálunk szokás, az a törököknél nincs, de nálunk sem volt. Az első világháború után lett szokás koszorút vinni a temetőbe. Azelőtt nem. Tehát a törökök megemlékeznek a halottjaikról, beszélnek róla otthon. Beszélnek róla, de az a fajta temető látogatás, mint ami ugye már Európában szokás, az nem jellemző rájuk, ott más a kultúra. Látogatják a temetőt a temetést követően a 3. napon, a 40. napon, az 52. napon és az 1 éves évfordulón, és utána nem. Ebből az is következik, hogy nem állítanak maradandó sírjelet csak annak, aki valamilyen módon kiemelkedett a közösségből, vagy éppen ugye nagyon tehetős ember volt, és hát megtehette a család, hogy maradandó sírjelet állítson. Miként változnak a temetkezési szokások? Mint minden, természetesen ez is változik. Nagyon jó példát látunk, mert a lábtól való kő helyén egy kis vízgyűjtő csészét alakítanak ki, a madarak itatására szolgál. Nagyon kevés csapadék van Törökországban. Anatóliában az évi csapadék mennyiség a 400 mm-t alig éri el. Tehát minden csepp víz aranyat ér, és hát ilyen módon, mivel a lélek madárképében él tovább, ilyen módon is gondoskodnak az égmadarairól. Itt egy lélekküldőt látunk, kazasztáni. Nagyon érdekes ez a fotó, nagyon szeretik a régészek ezt a fotót, mert a kopjás temetkezésünkre világít rá. Tehát arra a vitézi temetésre, ami ugye az első sírjelek leírják a források, hogy kopjás sírokat lehetett látni, de vajon ez hogyan is alakult? Van-e köze a kopjafás temetéshez? Nem feltétlenül, legfeljebb annyi, hogy leszúrják a karót, és azt ugye a helyi jelképrendszernek megfelelően minden településen más-más módon kidíszítik. Itt egészen másról van szó. Ezek a zászlók lélekküldők. Jelbájrainak mondja a török, szélzászlónak mondja a török. Az a lényege, hogy a kívánságot viszi az égbe. Tehát ezért kötnek szent fákhoz szalagokat, mondjuk a gyermeket akaró asszonyok, vagy valami más dologért fohászkodók, mert a szélzászló által, a lélekküldő által az égbe jut a kívánság, és hát a holt lelkét is segíti. Ezért van a síron ilyen lélekküldő. Egy tanulmány a szünnetről szól. A szünnet az a metélkezés.
Metélkeznek a törökök is természetesen, hiszen minden forró égövi országban, ez tulajdonképpen egészségügyi okból alakult így. Az más kérdés, hogy a vallási rend is átvette ezt a szokást, beépítette a szokásrendjébe, így elfogadhatóvá tette. 7 és 13 éves koruk között metélkeznek a kisfiúk, ettől kezdve megváltozik a gyerek státusza a családban, tehát rettentő büszkék. Látszik ezen a legényként is, hogy elképesztően büszke arra, hogy mi vár most ő rá, és ettől kezdve más lesz az élete. A szultáni hadsereg apród viseletébe öltöztetik ezeket a legénykéket, aztán kit milyenbe, valamilyen egyenruhába, vagy katonai ruhába, vagy valamilyen módon, attól függ, hogy a család milyen anyagi körülmények között él. Van, akit lóra ültetnek, és úgy hurcolják végig a falun, vagy a városon, van akinek autót, felcicomázott autót fogadnak. Egy a lényeg, hogy mindenki gratulál ennek a gyereknek, és ő maga rettentő büszke, mert hát az élete egyik nagy esemény előtt áll. Szegény nem tudja, még mi vár rá. Ez egy, szokták mondani, bocsánat, hogy egy optimista nép, mert még nem tudja, mekkora lesz, de már lecsép belőle. Legénykéket látunk, ugyancsak legénykéket látunk, kurd viseletes legénykéket látunk, amint éppen menettáncot lejtenek, és ott egy Iszpártában készítettem azt a fotót, nagyon-nagyon régen, egy nagymamát a két unokájával. A közönséges utcai viseletet lehet látni. Ez megint a Mevlána Kolostor és a Szent Kút. Nagyon, nagyon szép az az épület, önmagában is nagyon szép egy 13. századi építmény. Ha tehetik, akkor tessenek elmenni oda és megnézni. Imára várva. Külön helyen imádkoznak az asszonyok és a férfiak természetesen. De nyilvánvalóan van helyük az asszonyoknak is, tehát nem igaz az, hogy a mecsetbe csak férfiak léphetnek be. Íme belülről egy mecset, a mihráb, az imafülke Mekka irányát jelzi. Igen, és akkor van egy tanulmány a kötetben a rózsáról, a rózsa a török hagyományban, tulajdonképpen a gülbabánkról, a gülbaba mondájáról szól, miként került ide. Gülbaba is egy bektasi szerzetes volt. Tőlünk nyugatabbra ilyen súlyú iszlám emlékhely nincs, ami igazából élő zarándokhely is, hiszen gyakran látogatják, nincs csak nálunk. Ott a sírját látjuk, és a türbéjét. Igen. És egy kedves dolog, rám a bektasiak a rózsát, mint jelképet a sírra is rátették. Teljesen természetes. Egyébként óriási kultusza van a törököknél a rózsának. Hatalmas rózsaligeteket lehet látni, rózsa olajat préselnek, lekvárt főznek a rózsából. Nagyon sok rétű a felhasználás, és nagyon, nagyon tisztelik, nagyon szeretik ezt a növényt. Természetesen a népköltészetben is helye van. És azt már mondanom sem kell, hogy mindennapos dolognak számít, hogy a templom mellett illatszer árus is van, hiszen tudjuk Mohamed prófétáról, üdvés, dicsőség lengje körül, hogy a szép asszonyoknál jobban csak az illatszereket szerette. Úgyhogy van helye a török kultúrában a rózsának. A népi építészetről szól egy tanulmány. A következő tanulmány, pörgessük meg itt a városi építészet, az szépen átvette a hagyományos építészeti elemeket. Itt egy modern lakótelepet lehet látni, szőnyeg mintával díszítik, épületkerámiával díszítik. A törököknél egyébként is nagy hagyománya van az épületkerámiának. Furcsa módon mi ezt nem vettük át, nálunk ennek nincs hagyománya az építészetben. Ami az én nagyon, hát nem tudom, nem hiszem feltétlenül, hogy az én meglátásom, egyszerűen nem lehetett kihagyni, tény, hogy nem írt róla más, a lakótorony háztípusról. Ez pontosan visszaadja a török ház népi építészetnek a lényegét. Alul van valamiféle gazdasági tevékenységre alkalmas hely. Ez vagy istálló, ha állatot tart a család, vagy bolt, vagy tejázó, vagy valami. Egy a lényeg, hogy alul
egy portán alul van az, amiből élünk, fölötte meglakni lehet, és ez több szempontból nagyon előnyes, részben helyben van, másrészt meg akár a bolt is, másrészt meg ugye alulról fűti. Nagyon nem kell fűteni Törökországban, ha délen vagyunk, de azért azt tudni kell, hogy 3 éghajlati zóna húzódik ezen az országon belül, és azért vannak kemény telek is. Ez a háztípus, ezt a földközi tengertől tulajdonképpen egészen fel Észak-Trákiáig, de azt gondolom, hogy a Balkán, bár nem végeztem ilyen kutatást, de talán a Balkán többi országában is jellemző lehet. Minden esetre én ezt több területen megtaláltam, menjünk tovább. Ez Szaratli Kirgözben van az anatóliai fensíkon, és még Kappadokiában is kimutatható a kép, a baloldali képen lehet jól látni, kimutatható ez a lakótorony háztípus. Mellette a kedvencem, a Kajabár Internet, mert ugye ilyen az élelmes török. Kaja a sziklát jelent, tehát itt a sziklabárban vagyunk, és internet hozzáférés is van Kappadokiában. Nehogy azt így a szegény turista, vagy arra bóklászó, hogy térerő nélkül marad. Utcarészletek az építészet illusztrálására, és ez is hozzátartozik, egy török utcakép. A nagymamák és a gyerekek, jó dolguk van a török gyerekeknek, először is szabadok. Piac, ennyi mosolygós embert ritkán lehet látni. Van a kötetben egy tanulmány, a gagaúzokról már beszéltem az írásbeliségük kapcsán. Ugye ők azok, akik török eredetűek, de nem iszlám vallásúak, hanem keresztények. És menjünk még egy pillanatra. Nagyon jól mutatják ezek a vallási jelképek, hogy a kettő együtt olyan tökéletesen megfér egymás mellett. 57-től van, tehát latinbetűs. ABC-jük a 13. 14. században kerültek oda, ahol vannak. Gagauz kisebbség olyan 400 ezres van most Bulgáriában, és egy 18. századi jelentős kirajzásuk Moldvában. De a lélekszám nagyon-nagyon csekély. Messzeti törökökről már beszéltem. Itt azért néhány érdekes adat, ami nagyon szomorú adat. 44. novemberében Sztálin volt az, aki végleg megpecsételte a sorsukat, mert Grúzia Messzheti tartományából, tehát úgy tessenek ezt elképzelni, hogy a török birodalom idején kerültek Grúziába azok a törökök, de tulajdonképpen oszmán törökök, és ott ragadtak, ott éltek a Messzheti tartományban, innen szórták őket szét szerte a világban. Hatalmas veszteségeik voltak, és hát nem nagyon tud róluk a világ. Azt gondolom, hogy egy rövid tanulmányt szenteltem ugyan neki, hiszen nem volt hozzá több anyagom. Én két alkalommal járhattam közöttük. Azt írtam le. Íme itt van a Messzheti mennyasszonyom, meg az a bizonyos áldozati bárány. És a lakodalomból egy-két kép, a jobb oldali az én múzeum igazgató barátnőm, Sirin Mamaszirőkova. A Messzheti törökök temetője. Mint mondtam, nem feltétlenül kerül rá a sírjelre a halottnak a neve. Mert akinek fontos, azt tudja. Ez a temető egy nagyon jó példa arra, hogy ugye kurgános temetkezés folyik. Padmajos is egyébként, nagyon érdekes, amikor rákérdeztem, hogy építenek-e oldalkamrát. Hát igen, építenek a sír szélét. Talán a karcakiak tudják, mit jelent a padmaj. Ugye oldalkamrákat, hiszen itt nálunk is ez volt, kötött talaj kell hozzá, oldalkamrákat építenek, és a nagy családos temetkezésnek ez a lényege, hogy egy helyen, lehetőleg egy síron belül temetkeznek a rokonok, vagy egymás közelében már utóbb. A Messzheti törököknél is ez megvan. És hát nem írják rá a sír, illetve a fejfára nem írják rá a halott nevét, hanem csak a formájáról, a fejfa alakjáról lehet tudni, hogy férfi vagy nő volt. Az utolsó tanulmány török elemek a magyar népítészítő művészetben. Úgy építettem fel ezt a kötetet, hogy két magyar vonatkozású dolog van benne, igazán az Ibrahim Müteferrikáról szóló, meg
a török díszítő elemek a magyar népi kultúrában. Az úri hímzés őrizte meg a legtöbb elemet talán. Ez egy kendő a Tiszafüredi Múzeumból. Azért érdekes, mert majd lehet látni a mezőtúri kerámián ugyanezeket a motivumokat, meg ugyanezeket a színeket. És itt a mi kunhímzésünk. Ez a délvidékről származik, Feketicsről való ez a párna, de innen vitték, ugye a kunhegyesieknél is megvannak ezek a motivumok. Azt gondolom, hogy a török szegfűt nem kell különösebben ecsetelni, ezt mindnyájan jól ismerjük, és feltételezzük, hogy ez bizony nem jöhetett máshonnan, csak a hódoltságból. De nem baj ez, attól még ez a miénk, és attól még itt őrződött meg. És pontosan azért, mert a kunság olyan zárt társadalom volt, ezért maradhatott meg ennyi minden a keleti elemekből. Egyébként, amit ma népművészetnek mondunk, az alig több száz évesnél. Tehát rendjén van, minden rendben van ezzel, csak nevezzük nevén. Hiába mondja a kunhímzést tökösnek a madarasi asszony, az attól gránátalma. Csak hát ugye szegény életében nem látott gránátalmát, hát mi mást mondana rá? Szép mintagyűjteményt lehet látni. Jobb oldalon egy kisújszállási párnát látunk, a bal oldalon pedig Nagy Erzsébet Bertának a mintagyűjteménye. A múzeumban található ez a szép kunhímzéses mintagyűjtemény. Ugye a Nagy Erzsébet Berta tanárnő, nyugodj egy békében, Szűcs Sándor felesége volt, és hatalmas munkát végzett azzal, értékmentő munkát végzett azzal, hogy összegyűjtette az 50-es években még fellelhető kunhímzés mintákat. Kisújszállási szőrhímzés, ami azért izgalmas, mert a kutatók a virágban virág mintát, ami a szőrhímzésnek a lényege, hódoltságkori elemnek írják is le. Tehát nem csak én találtam ki, hanem ez így van, és kész. És itt nagyon érdekes a kép. Ugye a magyar reneszánsz kerámia tulajdonképpen teljesen törökös. A jobb oldalon a Szolnoki Damjanich János Múzeum régészeti kiállításában látható tálat tetszenek látni. Török anyag a várásatásokból került elő, és a bal oldalon pedig ifjú Szabó Mihály munkáit. Jól tudjuk, hogy ifjú Szabó Mihály azért mintázta a várásatási anyagot, mert Selmeci László odaadta neki ezeket a motivumokat, ezeket a cseréptöredékeket, és azt kérte tőle, hogy Miskám, újítsd fel. És Miskám megtette, hála Istennek, gyönyörű anyaga van a Damjanich János Múzeumban, de itt Karcagon is, tehát nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Mert Szabó Mihály felújította a hódoltságkori kerámiát, és a debreceni kerámiát, és ezt talán kevesen tudják, mert nem nagyon hangzott még el. Hogy milyen hatással van a török díszítő művészet a magyarra, nagyon jól mintálja, nagyon jól példázza ez a három kép. Ugye fölül lehet látni azt a török kendőt a Tiszafüredi Múzeumból. Eredeti török kendő a 17. századból való, és feltehetően terítőként maradt meg. A nemes családnál ők adományozták a múzeumnak. Alatta Bozsik Kálmán kerámiáját, vázáját látjuk, Bozsik Kunszent Mártoni volt, és itt jobb oldalt pedig Badár Balázs mezőtúri kancsóját látjuk. Igen, hát ugye a nagy kérdés Törökországgal kapcsolatban, hogy mi is lesz, mi lesz itt partnerség, mi lesz egyáltalán, kell az Európai Uniónak Törökország, vagy kell-e Törökországnak az Európai Unió? Mert azért azt jó lehet tudni, hogyha Törökország egy kicsit összekacsint a közép-ázsiai törökséggel, az olyan 800 milliós. Már mindjárt a guta üti meg a politológusokat, meg a politikusokat, mert abban a pillanatban a turáni eszmerendszer sejlik, és rögtön birodalmat vizionálnak. És hát én nem tudok ehhez igazán mit hozzátenni. Érdekes kérdés, a jövő meg fogja mutatni, hogy mi lesz. Minden esetet Törökország fekvésénél fogva is rendkívül fontos stratégiai helyen van.
A 21. századot az birtokolja, aki a vizet birtokolja. És ebben az országban, mármint Törökországon belül két nagyon jelentős folyó van, a Tigris és az Eufrátesz, ott ered. Úgyhogy a tőle délebbre lévő országok hát jól teszik, hogyha baráti kapcsolatokat ápolnak Törökországgal, azt hiszem. Igen, mi mással is zárhatnám, mint Yunus Emre szavaival. Köszönöm meg a figyelmüket. Yunus Emre a 13. században élt. Szevelim, szevilelim. Ez valami olyasmit jelent, hogy szeressük egymást, gyerekek. Török mennyasszony vagyok. Köszönöm szépen!